Hát ez nekünk ez egy nagyon nagy öröm és nagyon nagy megtiszteltetés. Tehát mi egy nagyon kis község vagyunk 690 fővel, és mi ennek nagyon örülünk, ennek a díjnak, hogy mi ezt most megnyertük. Tehát nagyon sok segítséget kaptam, tehát az önkormányzattól, a testülettől, művelődési intézet nagyon sok mindenbe támogatott minket, és egy nagyon jó kis közösségek alakultak ki a faluba, aminek én nagyon örülök, és ennek a díjnek, ennek nagyon-nagyon örülünk. Először, mikor megtudtam, hogy lehet ezen indulni, tehát én azt hittem, hogy mi tehát túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy mi egy ilyen címet elnyerhessünk. Van egy színjátszó csoportunk, akik voltak a Pajta Színházban is, szerepeltek, tehát a nyugdíjas klubunk, és még szeretném jobban inkább a fiatalokat bevonni. Nagyon sok fiatal Egerbe jár iskolába, tehát szomszédvárosba, tehát keveset vannak otthon a faluba. De igyekszünk olyan programokat majd csinálni, hogy azokat, őket is be tudjuk vonni, tehát hogy hétvégén otthon vannak, és be tudjuk őket vonni. És hát szeretnénk azt, hogyha nagyon sok szép hagyományaink vannak a faluban, és eleve az, hogy a szalvuszvíz, tehát Bükszék, tehát hogy gyógyhely vagyunk, és hát itt ezt is szeretnénk jobban népszerűsíteni ezen téren is, tehát úgyhogy kiállításokat, meg tehát olyan rendezvényeket is, ami a stranddal együttműködve, és hát bízom benne, hogy még tovább is bírom ezt csinálni, és invitálni is, meg inspirálni a fiatalokat is, hogy minél jobban bekapcsolódjanak ők is ebbe a munkába.